Csepregi Gábor, a Matthias Corvinus Kollégium vendégelőadója, a Kanadai Manitoba Egyetem St. Paul's College-ának vendégkutatója angol nyelven fejtette ki gondolatait a közönségnek. Mint mondja, amikor a megszokott környezetünkben vagyunk, a megszokott módon végezzük a dolgunkat, hajlamosak vagyunk kevésbé odafigyelni a tárgyakra és az emberekre, elveszítjük a környezetünk gazdagságának, sokszínűségének érzékeléséhez szükséges képességünket. Azonban többfajta módon láthatjuk a világot, például amikor vendégként vagyunk jelen valahol. A távolságtartás miatt, mert meghívottak vagyunk egy új közegben, ezért jobban tudjuk észrevenni, észlelni a realitást, egyfajta idegenség érzést sajátítunk el. Idegenként állunk ott, megállapítjuk, hogy az ott egy öreg abrosz, nincs pénzük, hogy újat vegyenek. Sokkal többet észreveszünk, mint a szokásos környezetünkben. A világot láthatjuk az irodalom segítségével is. Az írók, költők megadják a lehetőséget, hogy a műveik elolvasása által érzékeljük az apróságokat az életünkben, átlépve a realitáson. Nem csak arról van szó, hogy az irodalom segít jobban észrevenni az életet, hanem belebújjunk azoknak a bőrébe, akik mondjuk egy regényben szerepelnek, és úgy látjuk a másikat, ahogyan ők látnák. Egy férfi akár nő lehet, a nő férfi, egy idősebb ember gyerekként, egy gyerek idősebbként. Az egész lényünket kiterjesztjük, és különböző szerepeket tudunk felvenni. Az előadó hozzátette, számos jelentősége van annak, ha más szemmel látjuk a dolgokat. Többek között felfedezzük a problémákat, együttérzőbbek leszünk, megtapasztaljuk a realitás szépségét, az életünk kellemesebb lesz, hiszen a szemünk minden nap másik csodára eszmér rá.